Üdvözöllek! Amikor bekapcsoljuk a számítógépünket, akkor tipikusan elindítunk egy vagy több programot, amiket éppen használni szeretnénk. Ezt minden egyes számítógép elindításnál meg kell tennünk, azonban szerencsére nem muszáj ezt mindig megtenni, megoldhatjuk azt is, hogy a nekünk szükséges programok azok automatikusan elinduljanak. Egyes programok lehetőséget adnak arra, hogy a Windows betöltése után automatikusan elinduljanak, hogy ezt be tudjuk állítani, azonban nem minden program ad erre lehetőséget. Szerencsére akkor is meg tudjuk ezt oldani, hogyha egy program nem ad erre lehetőséget. Tulajdonképpen ehhez még külön program sem szükséges, azonban úgy gondolom, hogy ezzel az ingyenes programmal, amit megnézünk ebben a videóban, a többségnek azért egyszerűbben megoldható ez a feladat. Erről a programról lenne itt szó, innen tölthető le erről a címről. Hogyha egy picit lejjebb tekerünk, akkor tulajdonképpen láthatjuk, hogy ebből többféle változat is van. Van ez a telepítős, ahhoz ezt kéne letölteni, vagy van a telepítő nélküli, ezt csak ki kell tömöríteni, és használható is rögtön. Hát én ezt javasolnám, te pedig töltsd le azt, amelyik számodra szimpatikusabb. Ez amúgy magyar nyelven is tud, elméletileg itt van, hogy Hungarian. Hát akkor töltsük is le. Én, mint látható telepítő nélküli változatot töltöm le, és akkor oké. Okay. Hát ez le is töltődött, nincs egy megabyte igazából, és akkor ezt ki kéne tömöríteni. Hát most én ide szimplán kitömörítem ide a letöltésekbe, te pedig oda tömörítsd ki, vagy telepítsd fel, ahova szeretnéd. Starter ennek a neve, kitömörítem ebbe a mappába. Hát ez meg is történt igazából, és akkor ezzel a starter exe-vel indul ez el. És akkor itt rögtön láthatjuk a Startups lapon, hogy milyen programok indulnak el a számítógépünk indulásakor. Hogyha innen kivesszük ezt a pipát, akkor ezzel ki tudjuk kapcsolni, hogy az adott program ne induljon el a számítógép indulásakor. Hogyha valamelyikre nincsen szükségünk, de azért óvatosan kapcsolgassuk ki a dolgokat. Ezekre azért tipikusan jellemzően szükségünk szokott lenni, amik itt vannak. Itt a Configuration-ben, az Options-ben állítsuk át a nyelvet. Hát én magyar állítom át értelemszerűen, és akkor oké. Okay. Látható, hogy akkor magyar lett ennek a felülete. Kirakom ezt teljes méretűre, így ezért jobban átlátható. Itt a leírásban amúgy általában ott szokott lenni, hogy ez milyen program egészen pontosan, meg itt az értéknél látható, hogy mi az adott program pontos elérése. Látható, hogy van törlés, szerkesztés, meg ilyesmi, sőt, meg el is tudjuk indítani az adott programot szükség esetén, meg itt vannak a tulajdonságok. Illetve itt a szolgáltatások lapon különféle szolgáltatásokat találhatunk meg. Hát itt nagyon nagy körültekintéssel szabad csak bármit is kikapcsolni. Ezekre úgy tipikusan szintén szükség szokott lenni. Visszaváltok erre az indított tételek lapra. És hát akkor hogyan lehet ezt hozzáadni? Hát nem túl bonyolult, ide az újra kell kattintani. Meg kell adni ennek egy nevet. Van ez a Free Commander nevezetű fájlkezelő. Én most ezt fogom beállítani példaképpen, hogy automatikusan elinduljon. Az értéknél pedig vagy begépeljük az elérését az indító fájljának, vagy pedig itt betallózzuk. De egyébként a futó folyamatok közül is ki tudjuk ezt választani, de most inkább akkor a tallózást választanám. Meg kell akkor itt keresni az adott exe-t, ami elindítja a kérdéses programot. Hát nekem ez itt található meg. Dupla klikkel kiválasztom Free Commander, ez egy exe file. Itt már mutatja is, mint az látható. És akkor itt vannak egyéb beállítások is, de tulajdonképpen ez így ennyi. Be van jelölve ez a parancsikon. És tulajdonképpen ez így ennyi. Kattintsunk az OK-ra. És látható, itt megjelent új tételként. És lényegében ez így ennyi. Mostantól, hogyha elindul a számítógépünk, akkor ez a program el fog indulni automatikusan. Nyilván itt akármennyit be lehet állítani, csak azért ezt tudni kell, hogy ha minél többet beállítunk, annál lassabban fog betölteni a számítógépünk. Tehát célszerű csak azokat beállítani, amire tényleg szükség van. Persze egy ilyen 5, 6, 7, 8 programot egész nyugodtan be lehet állítani, főleg, hogyha azok ilyen kisebb programok, mint például ez a Free Commander is. Törölni pedig itt lehet, mint az látható a törléssel. Itt kér egy megerősítést, igen vagy nem, hát most én ezt nem törölném, illetve ha nem szeretnénk törölni konkrétan, csak ki szeretnénk kapcsolni, akkor ide kattintunk, és akkor látható letiltásra kerül, igen. De utána lehet engedélyezni ugyanígy, igen.
Hát ez így igazából egy nyílt karban tudjuk tartani az automatikusan induló programokat, meg a szolgáltatásokat is, csak azokkal nagyon óvatosan kell bánni, meg azért a programokkal is kellő körültekintéssel. Hát meglátható, vannak itt egyéb dolgok, de most ezekre én nem térnék ki, úgy gondolom, mert ezek nem igazán érdekesek. A lényeg az itt van, itt lehet hozzáadni új programokat, meg a meglévőket is innen ki lehet venni.